folytatjuk a műsort. Önök még mindig az Alternatív Természetgyógyász magazin műsorát látják. Köszöntöm a vendégemet a stúdióban, Fodoretát, gyógy- és sportmasszőrt, lélekérintőt. Hát ez az érdekessége itt az utolsó két szónak, erről fogunk majd most beszélgetni. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást. Eta, masszázs. Tulajdonképpen minden érintés, minden masszírozási forma nagyon-nagyon jó tud hatni a kliensre, tehát akinek csináljuk. Ugye, ez a lélekérintés, ez mennyiben más, mint a masszázs? Igazándiból szerintem nem sokkal másabb, csak talán egy mélyebb egy kicsit, úgy fogalmazhatnám meg. Tehát a testen keresztül tudom elérni így a lelket, és átsimogatni, átszeretgetni, átölelgetni egy kicsit, és így a problémákat egy kicsit lesimogatni. Ez mennyire hathat a testi problémákra például mondjuk? Hát teljes tapasztalásomból mondom, tehát jelen pillanatban tapasztalások során nagyon visszahat. Tehát a problémák, fizikai problémák általában mindig lelki eredetűek, tehát az túlnyomó többségben lelki eredetű, ezért a testen ugye megjelennek a problémák, és ezeket a problémákat visszafelé is tudjuk így. Például, hogyha az ízületi gondokkal fordulnak hozzád, működik-e a lélekmasszázs, vagy együtt a kettő? Mindenképpen együtt a kettő, tehát nem tudnám külön választani. Tehát egyáltalán nem tudnám külön választani. Mi a módszere? Tehát ugye tudjuk azt, hogy a sport nagyjából szerintem mindenki tudja azt, hogy mit jelent az, hogy gyógy és sportmasszőr. Attól függ, hogy milyen területeket kell kezelni, de nagy általánosságban kimondhatjuk azt, hogy az egész testet kell kezelni mindig. Ugye ez az alaphelyzet. Így van. Mi történik akkor, amikor hozzád eljön valaki? Van előtte egy beszélgetés, egy ráhangolódás, elmondod-e, hogy mi történik, vagy ez meglepetés? Lehet az is nagyon jó. Természetesen mindenképpen konzultálunk először is, ugye, tehát mik az alapproblémák, hogy milyen irányba induljunk el, és utána hát általában azért meglepetés szokott lenni. Nem minden ember annyira nyitott, hogy rögtön meg tudjam mondani neki, hogy a lelkét is meg tudom érinteni. Van, aki egy kicsit zárkozottabb, ő nehezebben nyílik meg. Van egy bizonyos időpont, amikor mindenképpen átadja így a vezérlést idézőjelben. Mi a tapasztalatod? Mennyi idő kell? Ugye tudjuk azt, hogy vannak emberek, akik nagyon gyorsan megnyílnak egyik pillanatról másikra. Rád néz, szimpatikus vagy, szia, és elmondja, hogy milyen bugyi van rajta, vagy teljesen mindegy, hogy férfinőről beszélünk. A zárkózottabb típus, mennyi alkalom kell neki, hogy hű, eta, és akkor megnyílik a lelke, szíve, és akkor mondja, vagy csak tudod? Több lehetőség van. Van, amikor már az első alkalomra, ezek a zárkozottabb emberek is már az első alkalomra, tehát a vége felé már annyira nyitottabbá tudnak válni, hogy egy következő alkalommal már nem okoz problémát, mivel ismerik ezt a módszert, hogy mi ez. De van olyan is, aki nagyon-nagyon erős falakat épített maga köré, itt hosszabb idő. Ez hát ilyen nagyon kevés volt még praxisban. Mi a tapasztalatod, milyen problémák azok a problémák? Ugye tudjuk, hogy mindennek lelki eredete van, de lehet-e kategorizálni, hogy vagy csak ezért, vagy csak azért keresnek meg, vagy ez teljesen vegyes? Nagyon vegyes, nagyon vegyes. Összetettebb, főleg a mostani helyzethez való alkalmazkodás, ami nagy terhet ró az emberekre, és így lelkileg jobban meggyötri őket, vagy párkapcsolati problémák, amik jelentősebbek általában. Ezek a párkapcsolati problémák, ez miben csúcsosodik ki? Hű a férjem, vagy hű a feleségem? Nem, azért nem. Ennyire nem megy. Aha. Igen, tehát ennyire nem taglaljuk azért így le. Próbáljuk a kommunikációban ezt minél hamarabb egy olyan mederbe terelni, hogy ne hibáztatás legyen, ne a másikba való hibakeresés, hanem az önben, tehát magunkban való elmélyedés. Hát lásd meg magadba a hibát, és utána söprögess csak a másik ház előtt, van, addig ne. Abszolút, így van. Mert ez nagyon helyes útmutatás szerintem. Mert hogyha az ember saját magába megtalálja, vagy a segítségeddel, vagy az útmutatásoddal, és változik, akkor megváltozik a helyzete, vagy megváltozik a körülötte lévő embereknek a viszonya ő hozzá.
Egyetértesz ezzel? Teljes mértékben egyetértek. Mit tapasztalsz ezzel kapcsolatban? Hogy érted? Hát úgy értem, hogy ugye eljött egy, mondjuk legyen egy férfi, hogy ő neki párkapcsolati problémája van, és ugye rávezetted arra, hogy nem a feleségedbe kell keresni a hibát, hanem keresd meg magadba, és akkor ez az út, ha ezen elindulsz, barátom, akkor ez oda vezet, hogy nagyon szép, és minden jó lesz. Igen, sajnos a férfiak egy kicsit nehezebb esett ilyen téren. Azért mondtam ezt. Igen, tehát ilyen téren nehezebbek. Ők kevésbé beszélnek így. Ott jobban érzem a dolgokat, jobban oldjuk a blokkokat ezeken a területeken, és akkor majd cselekszik. Tehát igazándiból, tehát inkább így. Náluk így jobban így szokott zajlani ez a dolog. Ugye a gyógymasszőr nagyon sok alkalommal találkozik mozgás problémákkal. Mi a tapasztalatod, mennyivel találkoztál eddig? Igazándiból viszonylag kevesebbel, mivel elmentem inkább egy másik irányba jobban. Tehát inkább olyanok keresnek, akik a lelki problémát még nem tudták azonosítani, hogy ez a testivel is összefügg, és így kell visszafelé vezetni őket. No, hát akkor térjünk át a szíved csücskére. Ugye ez nem csak érintés, nem csak masszírozás, hanem ez ettől több. Ez lélekmasszázs. A gyermekeknél miért fontos ez, hogy egyáltalán foglalkozzunk ezzel? Mi az az előnye vagy a hátránya, hogy ezt pillanatnyilag nem csináljuk, tehát ez lehet a hátránya. Miért kellene ezt bevezetni? Nagyon-nagyon fontosnak tartom már az első pillanattól a babáknál is ezt az érintést, mert eleve a szülőknek, apukáknak, anyukáknak is azt a kapcsolatot meg tudja, tehát biztosítani tudja azt a kapcsolatot egymással, ami nagyon fontos a kötődés kialakítását és a szeretetteljes nevelést, érzését átvinni. Ez nagyon fontos mindenképpen, és mellette még nagyon hasznos is nagyon sok dologban. Az érintésben ugye említetted az anyukát, apukát. Benne van az anyuka-apuka rezgése az érintésben, és ez egy beszéd nélküli kommunikáció is lehet? Természetesen, abszolút. Tehát egy érintéssel, ugye tehát nagyon sok olyan dolgot tudunk tapintani, tehát meg tudunk állapítani a tapintásunkkal. Ugyanígy a baba is így fog, tehát így az érzéseivel, így össze tudja kötni az érzéseivel még, ugyan még annyira kis tudatlanka idézőjelben, hisz tudjuk, hogy nem tudatlanka, így van, csak igen. Hát kifelé igen. A kis úgy látszik, mintha kicsit kevesebbet tudna, mint mi, viszont nagyon jó kapcsolatot tud ezáltal kialakítani. Az érintések, igen, energiacsere mindenképpen. Szoktam én mondani, egy picit hagyj beszéljek magamról, rendelőben, mikor valakinek a lábát masszírozom, és hogy itt fáj, azt mondja, igen, ott fáj, tudja, látnak az ujjaim. Tehát valószínű, hogy ilyenkor az anyuka, apuka ujjai is úgy látnak, úgy éreznek. Persze, hát a gyermek főleg, azt tudjuk, hogy nem kell beszélni vele, ő látja a gondolatokat még 6 éves koráig, de 4-ig biztos. Csak hát, hogy ebből leneveljük, kineveljük belőle, ez nagyon nagy hiba szerintem. Lehet ez egy ilyen látnak az ujjaim szindróma? Tehát, hogy megtalálja az anyuka, apuka azt a problémát, hogy puffad a baba. Ugye én mindig azt szoktam, hogy masszírozza meg a hasát. Úgy, ahogy a bélmozgás van, annak megfelelően. Tökéletesen elmúlik a puffadás, teljesen jó lesz. Gyermekeknél hogy nyilvánul meg ez a lélekmasszázs? Ők nagyon fogékonyak, ugye minden kis apró mozdulatra, és nagyon sokat tanulnak belőle, tapasztalnak belőle, és ebből a későbbiekben nagyon sokat tudnak profitálni a kapcsolatok terén is. Tehát nagyon jól el tudják mélyíteni, mint már említettem, így a kapcsolatot, és hát egyértelműen visszafelé is gyógyítanak. Mi az elképzelésed, mi lenne a helyes? Tehát egy óvodás korba ezeket már csinálni, vagy korábban elkezdeni? Más. Egy ajurvédikus gyógyászati módszernél láttam egy filmben, mert hogy tanítok, és ezt mindig megmutatom a tanítványaimnak, Indiában egy gyógyító asszony, inkább így mondanám, egy pici babát, pár hetes babát combjára fektetett, átmasszírozta a hátát, a lábait, megfogta lábánál fogva, fölemelte, hátára fektette, átmasszírozott mindent, megfogta a nyakát, és egy picit megrázta,
és utána odaadta a másik hölgynek, hogy vihetitek, öltöztessétek föl, kész, basz, jött a másik baba. Miért fontosak ezek, hogy ilyen pici korban, egy-két hetesen ez, egy ilyen masszírozást, vagy egy ilyen nyakrázást, vagy lábrázást, vagy a lábánál fogva fölemelést tartja? Hát több okból is. Én kezdetektől fogva ajánlom ezt a masszírozást, érintést mindenképpen, mert nagyon jó hatással van. Tehát a születés egy kicsit valaki traumaként éli meg, tehát nagyrészt azért nagyjából úgy tartják, hogy azért egy kicsit trauma a kisgyermeknek. A nyaka a szülőcsatornában egy kicsit eltekeredik, ott egy kicsit már helyre kell rakni a nyakcsigolyáit, ahhoz, hogy a vérkeringés, ami az szintén a tevesző paripád is, tehát az a helyére, tehát úgy tudjon áramolni megfelelőképpen a testben, hogy mindenhova eljusson. Jó, hát akkor a veszőparipánnál lukadtunk ki, akkor légy szíves egy pár példát mondjál, mert ugyanis a masszírozásnál, ezt most akármelyiket veszük, teljesen mindegy, azon alapszik az egész, hogy vérbőséget okozzunk. Mennyire kell, és melyik területeken nagyobb vérbőséget okozni, vagyis a pangó vért elmasszírozni? Hát itt, hogyha problémás területről beszélünk, mondjuk ugye a hasfájásról már beszéltünk, például, de mondjuk bármelyiket, de ugyanúgy nagyon jó hatása van például a köhögés csillapítása, a mellkas masszírozása, átsimogatása, szívecskék rajzolása a mellkasra, akkor az orrnyeregnek a finom, nagyon enyhe nyomkodás, az ordugulásra nagyon jótékony hatással van, és ugyanúgy elindulnak ezek a belső öngyógyító folyamatok, már egy sima kis simogatása is, főleg anyai, apai simogatása, abszolút. A dui masszásról biztos hallottál? Igen. No, mennyire tartod jónak mondjuk csak az arc dui masszás? Hát szerintem mindenképpen jó, hiszen olyan a kupresszúrás pontokat masszíroz meg, igen, hát ezt önmagunknak is tudjuk csinálni, igen, de jobb, hogyha te csinálod nekem. Igen, az egész más, mert két energia adódik össze, igen. Benne a lelked, szíved, hogyha ugye gondolom, hogy te is úgy csinálod ezt, mert másképp abszolút, nem lehet, hogy muszáj, szívvel, lélekkel, vagy akkor üljél le és ne csinálj semmit, ha ezt nem így csinálod, de én tudom, hogy így csinálod. Tehát mindenféleképpen az a jobb. A dui masszást lehet csinálni valóban saját magadnak, azzal is elérsz hatást, de én azt szoktam mindig mondani, hogy azzal egy olyan 70%-os hatást érsz el, ha én vagy te csinálod, akkor meg az már 100%, mert hozzáadódik egy kis energia, hozzáadódik a lelked, a lelkünk, és akkor az úgy már egész másképp néz ki. A masszírozások között szoktad-e az akupresszúrás pontokat használni, vagy tudod-e, hogy hol van? Természetesen szoktam használni, hiszen a gerinc mellett is ugye ott van a nagyon fontos fővezetékek, amik igencsak beindítják azokat a megrekedt energiákat, és az már eleve indít egy belső öngyógyító folyamatot, sokkal könnyebb a masszírozás is utána, tehát ott szoktam igen kezdeni. Mennyire veszed figyelembe az izmoknak a letapadását, és mennyire kell odafigyelni arra, hogy a masszírozás során az izmok fellazuljanak? El tudják-e húzni esetleg a háti izmok, egy görcsös háti izom, a gerincsigolyát a helyéről? Ó, természetesen. Ez eléggé nagy problémát szokott jelenteni. A fellazítását nagyon fontosnak tartom, tehát addig, hogyha nem lazítjuk el az izmokat, igazándiból nem tudunk vele kellőképpen dolgozni, hiszen befeszült, folyamatosan ugrásra kész, idézőjelben ugrásra kész állapotban van. Mennyire, most ez persze nem jó a kérdés, de akkor is felteszem, mennyire lát a kezed? Már gondolom, hogy több évtized van mögötted, és lát eléggé. Igen. De igen. Mennyire használod ezt föl te abban, hogy ugye megtalálod azokat a pontokat, azokat az izom összerándulásokat, görcsöket, letapadásokat? Föl szabad ezeket venni egy alkalom után, a letapadást például? Hát nagyon-nagyon óvatosan kell azért bánni ezzel a dologgal, mert nem lehet egyszerre mindent megoldani. Nagyon-nagyon nagy odafigyelést igényel, és hiába szeretnék megoldani elsőre olyan problémákat, azért mindenhez idő kell. Tehát ez a letapadás is nem egyik pillanatra másikra jött, azért némelyike létre van persze, melyik egy kicsit hamar keletkezett, tehát minimum annyi idő kell neki. Ugorjunk vissza a kisgyermekekhez, tehát óvodában már kellene ugye masszírozni, vagy ezeket
egyáltalán megtanítani? Szülőknek kéne megtanítani, vagy hogyan gondolod? Mert ugye te egyedül itt több millió gyermeket, vagy nem tudom pillanatnyilag, hogy állunk az országban, ugye nem vagy képes rá. Tehát ezt valahogy át kéne adni, ezt a tudást, vagy az óvónőknek, vagy a szülőknek, melyik lenne a jó megoldás? Én azt szeretném legjobban igazán, hogy minden szülőhöz el tudjon jutni. Tehát ez lenne egy alap, hogy minden kis kezdő szülő, aki ugye megkapta azt a kis csecsemőt abban a pillanatban, igazán most sokszor úgy állott, hogy most mit csináljak vele. Tehát legyen már a kezében legalább egy kis biztos pont, ezzel elinduljon, és akkor tehát újszülött kortól már folyamatosan szülőknek. Igen, és fontos lenne, hogy minél többet, több szülőt meg tudjanak tanítani. Vannak rá már így helyek, ahol kifejezetten tanítják a szülőket. Van erről valami írásos anyag? Mert nagyon fontosnak tartom azt, hogy bizonyos dolgokat ugye le lehet írni, meg lehet tanulni, ki lehet próbálni, az egyszerű dolgokat, amivel nem tudok ártani, ugye ott a könyvvel olvasom, megcsinálom. Van erre lehetőség, hogy ezt meg lehet venni, vagy? Természetesen vannak erre könyvek, sőt, nekem még egy védőnőtől is van egy nagyon kis kiszedett, egy ilyen kis könyvecske, nem tudom, kis füzetecske, amiben pontosan le van rajzolva, valahol fénykép is van arról, hogy hogyan kell ezt csinálni. Mindenféleképpen meg kell említsük azt, ugye, akár a lélekmasszást nézzük, akár a gyógymasszást, akár a sportmasszást, hogy itt tulajdonképpen a nyirokkeringésben, nem csak a vérkeringésben, a nyirokkeringésben is nagy mértékben befolyásolja a nyirokkeringés működést egy masszírozás. Mi a tapasztalatod? Jótékony hatással van mindenképpen a nyirokrendszerre, és tehát lábdagadásokra például, tehát nagyon-nagyon jól tud működni egy finom masszázs, nem egy erőteljesebb sportmasszázs, hanem egy jó kis nyirokmasszázs. Nagyon-nagyon könnyű, tehát jól tud segíteni. A lábdagadásról jut eszembe, mennyi vizet fogyasszanak az emberek, te szerinted, vagy adsz erre valamilyen információt, vagy beszélgetés alapján elmond, magyarázod-e, hogy miért fontos ez a víz egészségedre? Mert hogy nagyon fontos, ugye ezt tudjuk. Mindenképpen én is nagyon-nagyon fontosnak tartom, hiszen a masszázs még hatásosabban tud működni, hogyha utána például folyadékot, vizet, kifejezetten vizet fogyaszt, jobban szeretem a vizet erre. Jobban kimosa, átmosa a szervezetet, jobban tudnak a méreganyagok a masszázs során, ugye felszabadult méreganyagok távozni. Így van. Hát minimum 3 litert, azt én azért úgy szorgalmaznám, már tudom, hogy az emberek nehezen tudnak meginni, de szoktam akkor javasolni, legalább egy 1,5 literes palackban mindig legyen mellette, mert az valahogy ivásra készteti az embert, ha ott van a palack. Tehát ugye 12 órát fent vagyunk, a Szilvinek mondtam az előbb a műsor elejében két példát, 12 órát fent vagyunk, egy bögre víz, ugye 2,5 deci, annyi teját tudunk beletenni, hát ezt 12-szer óránként megiszod, akkor az közelít a 3 literhez, és úgy helybe vagyunk. Az már elég. De hát ha a testsúly arányokat vesszük figyelembe, akkor nagyon szépen ki lehet számolni, ugye, hogy 10 kilónként 3,3 deciliter, mindenki számolja ki, és hát ezt el kell fogyasztani kétségtelen. Ha valaki idősebb korára is szép, sima, ráncmentes bőrt, arcot szeretne önmagának, akkor én javaslom, hogy igye a vizet, mert akkor a sejtközökből nem fog eltávozni, nem fog kifogyni a víz, nem esik össze a bőr, akkor szép, sima bőre lesz. Tehát nagyon-nagyon fontos. A gyermekeknél mi az arány, mit tapasztalsz a fiatalabb korosztálynál például a vízfogyasztásban? Hát azt tapasztalom, hogy nagyon keveset isznak a gyerekek az iskolában is, az óvodában is minimálisabbat, minimális mennyiséget isznak. Iskola? Keveset. Mi a hát iskolában, ha csomagolnak a szülők, akkor megiszák. Jó, ha 1,5 litert, de általában annál többet nem igazán. De miért van ez az egész, hogy nem isznak az emberek? Én a nagymamámtól tanultam, és én gyerekkorom óta, Isten bizony, nem csak most kitalálom, megiszom a vizet, amennyit kell. Én jó, egy kicsit túl teljesítek, tehát valakinek tudnék adni 2 litert, mert 5 litert megiszok egy nap, ez biztos, de ennek más oka van. De gyerekkoromban is emlékszem rá, hogy
Én az a 2,5-3 liternél nem álltam meg. Általában gyógyvizet ittunk, mert a nagymama Széchenyiből hordta haza a vizet, ugye mi nekünk külön vízünk volt, mi a kisfiam, te ebből így áll. Én nem tudtam, hogy miért kell abból inni, ugye voltam 10 éves, 11-12, de hát én azt ittam. Most jó magamnak és a páromnak, ugye elmegyünk Fótra, és onnan hozunk megint gyógyvizet. Na de hát, könyörgöm, ez nem kerül semmibe, abba a fél óra útba kerül, abba a kevés benzinbe, és egészséges, jó vizet iszok. Most ezzel nem azt akarom mondani, hogy a palackos vizek nem jók, de van tőle még jobb. Mi erről a véleményed? Szerintem az a nagyobb probléma, hogy nem tudják az emberek, hogy szomjasak. És mikor szomjasak, akkor inkább esznek helyette. Mert azt gondolják, hogy éhesek. Hát ezt a változatot még nem hallottam. Most te is ledöbbentettél, mind a Szilvia horgászattal. Ivás helyett esznek? Igen. Mert az, hogy ha ideges eszik, ez rengeteg ilyen esetet találkoztam. Ha boldog eszik, mert akkor örömében, ugye torta, cukorka, ami csak betud, édesség, ezzel is találkoztam, de hogy ivás helyett enni, érdekes, hát majd ezen morfondírozok, hogy... Nem ismerik fel a szomjazásnak, szomjúságnak az érzését, szerintem nem kötődött annyira össze. Hogyan lehetne, vagy van-e jó módszered, vagy tudsz-e valami olyan ötlettel előállni, én is nagyon szívesen fogadnám, hogy lehetne ezt még jobban népszerűsíteni. Mert hogy szerintem csak ebbe van a betegségeknek a 70%-a a dehidratációból származik. Tehát vízhiányos lesz a terület, vagy ugye beszélgettünk arról is, hogy azon a területen, ahol panga vér, ugye, és hát ez főleg a te szakmád, a masszírozás, onnan azt el kell távolítani. Régen eret vágtak, kifolyt, kész, szia. Begyógyult, el van intézve. De ugye ezekről a területekről ki kell masszírozni ezt a vért, és egészséges, jó vér kerüljön oda, na akkor dolgoznak a sejtjeink jól. Akkor áll vissza az egyensúly, akkor van egészség. Hát ezen még nem gondolkodtam, de el fogok gondolkodni, hogy hogyan lehetne népszerűsíteni ezt. Lehet, hogy egészen nagyon-nagyon kiskorban kellene sokkal tudatosabban a gyermekeknek, ugyanúgy, mint ahogy nekünk tudatosan le kell, igen, megittem egy pohár vizet, megint teletöltöm, és iszunk még egyszer. Lehet, hogy így esetleg. Hát én nekem egy hónappal ezelőtt volt egy nagyon érdekes, másfél éves kislányt hoztak a szülei, hogy a kislány 2 óra hosszát alszik, éjszaka enni kér, éjszaka megiszik 1 liter, 2 deci vizet, nappal 1,5 litert, és hát összesen volt talán 8 kiló a kislány, teljesen arányos, gyönyörű kisgyermekről beszélek, és akkor mondtam nekik, hogy hát ne haragudjanak, a kislánya semmi baj nincs. Ezt rosszul kifejező úgy mondják, hogy hiperaktív, rengeteg energiája van, nem tud magával mit kezdeni, 2 óra alvás elég, higgyék meg, hogy a gyermek mag egészséges. Mondom, önökkel van baj, mert fáradtak, mondom, de nem a gyermeket, hanem önökkel kéne segíteni, mondjuk akár masszírozással, akár ezzel, akár azzal, mert hogy nem tudják kipihenni magukat. Hát akkor is mit csináljanak? Hát mondom, nem tudom, hagyják a gyereket éjszaka játszani, aludjanak nyugodtan, de hát az anyuka persze természetesen mind a kettő, apuka és anyuka is imádja. Hát meghalljuk, fölébredünk, és akkor hú, szaladunk. Hát nem kell félni, nem történik azzal a gyermekkel semmi az ég adta világon. És hát ugye néztek nagyon nagyot, miközben megköszönték, hogy sok helyen azt mondták, hogy a gyerekkel van baj, és én állítom, hogy nincsen. Hát mondom, mert hogy nincs, hát nem mondok olyat, ami valótlan. Mi erre a tapasztalatod a kisgyermekek? Miért ennyire hiperaktívak most, akik születnek? Igen, ez pont egy nagyon idevágó téma, pontosan ezért is kezdtem a masszázshoz. Összekapcsolódik a reflexekkel, tehát a csecsemőkori reflexek nem megfelelő legátlása nagyon sokszor okozza ezt, és ezért is nagyon fontos így a masszázs, a csecsemő masszázs is, az érintés is, hogy megtanítani azokat a mozgásformákat nekik, amik sokszor kiszoktak maradni, például kúszás, mászás, mert annyira hamar felállnak, és elkezdenek járni, és ezért azok a reflexek nem tudnak a kellő időben leépülni, és a későbbiekben ez tanulási nehézségeket okozhat, hiperaktivitást okoz, ugyanis mindig arra kell a szervezetének koncentrálnia, hogy ugye a gravitáció ellen kell, hogy dolgozzon, tehát mindig meg kell, hogy feszüljön, és nagy energiát
kell ezért fölvennie, hogy ugye azt tudja kompenzálni, és közben tudja másra koncentrálni. Tehát ez az írásra is nagyon jellemző, tehát nehezen tudnak oda koncentrálni hosszan az írásra. Nagyon könnyen elfárad a kezük, elzsibbad a nyakuk. És ezzel a masszírozási formával tulajdonképpen ezeken lehet javítani, hogy a koncentráció képessége jobb legyen, ne fáradjon el, stb. Így van, igen, mindenképpen. Tehát először is hozzásegítjük az alapmozgás fejlődéshez, és mindig egy-egy lépcsővel kicsit rásegítünk, hogy a következőt meg tudja tapasztalni, tehát nem nagyon ráerőltetni, hanem csak, hogy egy kicsit majd a következő ez lesz, ezt kicsit elmozdítjuk, és ezzel a természetes módon sikerül a reflexeket legátolni, amiket le kell. Ez régen könnyen megoldódott, mert ugye szaladgáltak a gyerekek kint az utcán, eljátszottak, egész nap el voltak, tehát nem számítógépeztek, nem tévéztek, nem ültek a televízió igen, előtt, meg a számítógép van, előtt. Hát ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. És remélem, hogy folytatjuk ezt, ez egy érdekes téma, hogy a gyerekekkel igen, mit kell csinálni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önök az Alternatív Természetgyógyász magazin műsorát látták, egy hét múlva ugyanebben az időben elvárom önöket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra.